Színes programokkal, szakmai fortélyokkal, incsiglandozó ételekkel és italokkal készültek az ideérkező diákoknak és szüleiknek november 7-én a Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziumban és Szakközépiskolában. Az érdeklődők tájékoztatást kaptak a képzési lehetőségekről és a választható szakképzési területekről is. Az iskola több szakmai versenyen is elindítja tanulóit, így azok gyakorlati tudást is szerezhetnek az évek során. A jövőre ide jelentkezők már a szakképző és a technikumi képzések közül választhatnak, ismertette köszöntőjében Horváth Anett intézményvezető. A nyílt nap nálunk egy klasszikusan sűrű nap, hiszen az a feladatunk, hogy az összes szakmát egy picit gyakorlatorientáltan mutassuk be a 7. és a 8. osztályosok számára. Tehát nem elég, hogy beszélünk róla, nem elég, hogy kis filmeket vetítünk nekik, és nyílt órákra is be tudjuk őket vezetni, hanem kézzelfogható, sőt alkotható gyakorlatot is biztosítunk számukra. Így a vendéglátásból mind a pincér, szakács és a cukrász gyakorlati órákra bevezettük őket, csinálhatták, alkothatták a finomabbnál finomabb étel és ital különlegességeket. Mivel a nyolcadikosoknak nehéz döntést kell meghozniuk, hol tanuljanak tovább, nagy segítség volt számukra, hogy a gyakorlatban is láthatták, mi az, amit a jövőben szeretnének elsajátítani. A kabinetekben a vállalkozó szellemű tanulók ki is próbálhatták az egyes szakmákat, a konyhában például paprikás krumplit, palacsintát és linzert is készíthettek, amelyet később a zsűri értékelt. Szakács meg a cukrászat, ez ami érdekel, ezen belül inkább a szakács, mert szeretek dolgozni ételekkel. A 8. osztályosok a szeptembertől bevezetésre kerülő technikumi képzésben az érettségi megszerzése mellett kereskedelmi ágazaton, kereskedő és webáruház technikus, vendéglátás ágazaton cukrász, szakács és vendégtéri szaktechnikus végzettséget szerezhetnek az 5 év alatt. Míg a 3 éves szakképzőiskolában kereskedelmi értékesítő, cukrász, pincér és szakács képzésben folytathatják tanulmányaikat, ezzel OK és bizonyítványt szerezve.